Miket vagyok, most ismét egy horror gameplay-jel fogok játszani. Itt. Tehát, bohóc lesz benne. Fú, a kép az már most brutál, kis véres rongy. Jó. Grafikabeállítás, nyelv, roll, írja meg, nem írok meg semmit, játék. Kipiheni magát, szellem, baba, felnőtt, rémálom. Aha, ott egy rövid időre majd terhes nők vagy szívproblémákkal küzdök számára. Most akkor jön a baba, nézzük, ez most mit akar. Nem szeretem a bohócokat. Két nappal ezelőtt Beverly hívott, és azt mondta, jött vissza, hogy Derry, aztán nem tudtam kapcsolatba lépni vele többi. Egyes tanúk azt mondja, hogy az utóbbi időben ő volt látható közel a házban. Aha, már 27 éve, hogy utoljára szembe itt. Azért jött vissza, vagy csak véletlen egy besés? Azt kell kideríteni, remélem Beverly rendben van. Oké, reméljük. Na. Térkép. Van térképünk, az már jó. De a halál. Ez nem jót jelent. Ajtó. Üres a szekrény, és akkor kimegyünk. Muszáj ilyen házba császkálni. Nem akarok. Másik szoba. Ott hiányzik valami a falról. Hallom, hogy valami jön. De valami lépked. Ha menjünk tovább. Mi a szar? Tehát komolyan mondom, egy tetves bohóc. Nem bírom, és tudom, hogy utánom, tehát nem fogok megfordulni. Kajak nem fogok megfordulni. Library, könyvtár. Meg kell találni a kulcsot. Jó van, nem jön. Fú. Na, konyha. Na, késfölt tudom venni. Wow. Na, ez már azért jó. Hűtőszekrény. Ó, Istenem! Fejek! Ez undorító. Biztosíték. Oké. Akkor nem, ezeket a dolgokat föl kell vennem, nem fogom tudni használni a kést. Ez tök nem jó így. Az tény is vagy róla, hogy jó nagy ház. És nem igazán szeretnék a bohóccal összefutni. Úristen, ez valami nagy étkező. Azt nem tudom kinyitni. És van egy másik ilyen kis komód. Már full el fogok tévedni. Azt se tudom, merre jártam. Igen, a konyha. Itt jöttem be. Mert itt kergetett. Igen, a könyvtár, ahova nem tudok bemenni. Itt volt egy másik ajtó. Aha, nem, itt kezdtem. Ott is voltam. Ez ami régi szálloda lehet. Vér mindenütt.
Semmi nincs a szekrényben. Nézzük meg a fiókot. Film. De már hallom, hallom azt a nagy kalapácsot, vagy mi a szart, hogy húzza maga után. Úgyhogy látszik, akkor össze kell szednem dolgokat. Lépcső. Nincs aksi, hogy meghallgassam, de lehet, hogy jobb lenne nem is meghallgatni, hogy mit mond. Jó van, az ajtó be van zárva, lehet, hogy jobb is. Na jó, fölmegyek az emeletre, megnézem, mi van ott. Emelőrúd. Csúcsmodell képek. Kód kell. Ez az ajtó szüksége van egy... hát jó, igen, a fordítás az úgy jó. Tehát jelszó kell. Most majdnem mondtam valamit a jelszóra. Na, a fürdő. Kissé... Fúj, de gáz, ilyen piros viaszint az életben nem láttam. Nincs semmi. Kádban. Tú. Gyufas katuja. Na, milyen jól meg van fogalmazva. Most már gyufánk is van. Rá tudok gyújtani. XZ. Jó. Na nézzük. Még egy fürdő, ez csupa vér. Vagyis csak a klotyesz. WC. Ez törött. Azt kell találni, valamit megjavítani. A fordítás az jó. Fedő. Ó, ez sirály. Na jó, nem játszok. WC? Törött. Mi is szomorú? Jézusom, ez a hülye sok vér. Első segély doboz. Wow, szuper! Be tudjuk kötözni magunkat, ha bármi probléma lenne. Oké, kód. Azt valahonnan majd... ki kell találni. Bár fogalmam sincs, hogy honnan. Rádió. Még nincs akkumulátorom. Oké. Viszonylag az elég sok dolgot már összeszedtünk, de kíváncsi lennék, hogy a térkép emeleti, ott vagyok én, konyha, könyvtár. Igen, a könyvtár is le van zárva. Elvileg a bóc jelzi az X-et, mert az X jelöli mindig a helyet. Nyissuk ki. Oké. De mi a szar? Most komolyan egy tetves nagy pók, de ez undorít. Jézusom, na jó, húzok innen. Most ez komoly. Most ez komoly, hogy pók. Na jó, ez undorító, be is csukjuk az ajtót. Tehát ne! De ne! A frász jött rám, komolyan mondom, nem hiszem el. Utálom a bohócokat, utálom a pókokat. Na. Leltár.
Tehát azért elég sok mindenünk van. Oké, bezárjuk. Térkép, én itt vagyok. Aha, de nem jelöli, nem jelöli, hogy hol van. Valamiért befagyott. Úgyhogy egy kis pill. Na, most folytassuk onnan, hogy akkor nézzük meg, mit jelent az, hogy felnőtt. Mozog egy kicsit gyorsabban, nem ajánlott, szintén úgy. Utána megnézem a rémálmot. Kíváncsi vagyok. Ez a nagy pok, ez full gáz. Oké, na akkor ugyanaz, térkép, papír. Ha ezt olvassa, ezt a levelet, lehet, hogy meghalt. Elrabolt, itt. Bezárt minket ebben a házban is. Üldöztek minket, mint a játékok. Igen, a fordítás nem a legszupibb. Eszik a félelmeink nap-nap után. Tűnj el innen, ne nézz rám. Húztam a házban térképet. Azaz estére, ha szükség van rá. Wow. Nyelvtanból 5-ös. Wow, itt már rögtön megvan az első segélydoboz. Szuper. Jó, akkor menjünk, nézzünk szét. Azért kíváncsi, ez a felnőtt mit takar. Szekrény. És itt a film. Na ez is megvan. Úgy benézünk a fiókokba. Semmi. Szekrényben semmi. Rádió, hogy gondolom. Aha, akkumulátor kell. Az ajtó szintén be van zárva. Ott van! Jesszusom, fölmegyek az emeletre, de mennyi már gyorsabb, és nem tudsz szaladni, nincs az benne! Igen, ez a kódos. A fürdőszoba, ami csúcs, szoper! Kell a lakberendező! Nincs. Na, nem működik még mindig a WC? Ó, eltörött. Hagyjuk fölhajtva. Hát hideges lesz tőle a viabohóc. Jó. Semmi. Igen, jelenleg a kódot nem tudjuk. De! Bocsi. Megijedtem, te tökre. Ne, akkor futunk. Ott már voltunk. Csak nem utálom, amit nem merek hátra nézni. Konyha. Fejek is ne! Jó, és akkor harmadszorra nézzük meg. Legyen a rémálom. Gyorsabban mozog, mint te.
Igen, az gáz. Nem lehet hallani a léptekek hangját. Ja igen, mert eddig hallottam, na ez marha jó. Üldözött hosszabb ideig, a ház sötétebb, az kell még. Nem, igen, és úgy nem ajánlott, nézzük. Tehát ez akkor ez lesz a para szint. Kíváncsiak, mennyire lesz sötétebb. Jó, akkor térkép megint csak ismét, ugyanaz. Fölvesszük a dolgokat. Kés. Ajtó, kinyitjuk. Jó, és akkor kimegyünk. Hát igen, sötétebb. Jóval sötétebb. Nem hallani a lépteket. Képen most arra lennék kíváncsi. Fölmegyek. Na jó, tényleg, most már eldobtam a telefonomat. Nem hiszem el, úristen. Én nagyon megijedtem most. Aj. Jézus. Ja. Úristen. Pedig rajzolt, tehát nem is félelmetes, de hú. De ez így aztán tényleg para, így, hogy semmit nem, mert legalább hallottam eddig a lépteket. Jézusom. Aztán kurva életbe. Tehát most úgy döntöttem akkor, idő fölveszem a térképet, és megpróbálok a bohóc elől elmenekülni. Csak ott kíváncsi lennék az emeleten. Na, még az előbb is innen jött, és ez lehet, hogy így gáz, hogy erre jövök. Nem. Fúra sötétebb van. Nem ez volt a fürdő. Ez meg a klotyász. Most. Nem akarok vele összefutni. Nem akarok bohócokat látni. Nem akarok pókokat látni. Pincébe meg abszolút nem akarok menni. Az igen, csak most kíváncsi lenni, pók. Meg kell találni a kés, hogy megöli ezt a szőnyeteget. Tehát ha van késem, megtalálom, meg tudom ölni a pókot. Azért ez ne haragudj, ez full para. A késsel meg tudom ölni a pókot. Ajtó zárva, meg kell találni a kulcsot. Oké. Székek. Csak ezt, ne a pincét, ne! Alaksori ajtó, zárva van, hála Istennek! Tök nem szeretek pincékbe menni! Morbidabb, nem morbidabb képek! A rengeteg ajtó, a sok kis folyosó, biztosíték. Nem a biztosíték kell a magnóhoz. Tökre labirintus az egész ház. Kajakra. Gyufa! Wow!
Tehát tulajdonképpen így már azt sem tudom. Jó, igen, a térképen, mert kíváncsi lettem volna, hogy... Ne is röhög, röhög a bohóc. Oké, a könyvtárba nem tudok bemenni. Ne! És megölt. Na jó, skacó. Ez a vidi ennyire lett volna. Szerintem ez elég jó kis játék ez. Hogyha szeretnétek, hogy legyen folytatás, akkor nyugodtan írjátok meg nekem a komment szekcióban, és akkor csinálok újabb vidit róla. Én még ezen biztos, hogy fogok játszani. Azért arra kíváncsi leszek, hogy a pókot hogy tudom megölni, hogyha megszerzem a kést. Úgyhogy, ha tetszett a vidi, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra. Én Kett voltam, sziasztok!